Sziasztok, üdvözöllek benneteket, én Hollander vagyok, és Planet Base ismételtem bomba, nem bomba, hanem a másik B betűs cucc, ami nem is B betűs, hanem M betűs. Szóval Meteor becsapódott a bázisunknak a szélére, és itt vagyunk a bázisunknak a szélén, a déli felén. Megint jöttek kommentek a játéknapban már veteránnak mondható Szilágyi Székely páros, mondhatni, hogy a nagy SS, az ismételten bombázott egy pár kommenttel, és most már megtudtuk azt, hogy ha látogatók érkeznek, akkor a látogatókat úgy lehet megkülönböztetni, hogy ők banditák-e, hogy a banditák azok igények nélkül érkeznek, tehát hogyha mindenük maximum van és bejönnek, akkor tudjuk azt, hogy ők nem jó szándékkal jönnek, meg itt az airlock és tehát a leakship és az első épület között is megállnak. Illetve az előző részben ugye problémám volt ezzel az oxigén szinttel, hogy mi a fenéért lehet olyan alacsony az oxigén szint, azért mert oké, hogy 80-at bír el a oxigéngenerátoraink, de valószínűleg a látogatókkal nem számoltam, akik további oxigént szíttak, úgyhogy most ez elméletileg innentől kezdve rendben lehet. Ugye elkészültek az ágy, ez az alvó helyiség az előző részben, úgyhogy lerakunk mondjuk most csak 5 darab ágyat tegyünk le, azért mert a bioműanyagunk, hogyha megnézitek, akkor annyira nem magas szinten van, ez még csak 4, és akkor itt lesz az 5, így né. Szép kis fiú, hogy hívják 5? Úgyhogy most ez így jó lesz, és hogyha jól látom, akkor ide így van, ide pedig bioműanyag generátorokat le is raktam, az időbe pedig belehúzunk egy kicsit, és akkor ezzel most már minden rendben lesz. Állítólag az embereknek a morálját azzal is lehetne javítani, hogyha ilyenfajta, de te is zsákutca vagy, aha. Tehát, hogyha ilyen magán alvó kabinokat helyeznénk le. Csak az a baj a magán alvó kabinokkal, mondjuk erre felé mondjuk le lehetne helyezni. Szóval az a baj a magán alvó kabinokkal, hogy ugye most ezek is plusz ilyen bioműanyagba kerülnek, de nem is az a nagyobb gond, hanem az a T betű ott a zsákutcák. Zsákutcák. Ezek az alvó kabinok, és ezért rossz, mert merre építsem őket? Mondjuk lehet, hogy ha mákunk van, akkor egyet, de nem tudok ide sem építeni, ide pedig erre a környékre viszont nem akarok, mert erre felé terjeszkedhetnénk tovább a bázis. Mondjuk az... Hoppá, itt van a kedvencetek, kettő felfegyverzett behatolót vettünk észre. Oké, ők menekülnek, na nézzük, aha, ő az egyik. Hú, és fegyveres párbaj alakult ki, oké, fegyveres párbaj kialakult viszont. Aha, és ti pedig megsérültetek, jó. Oké, viszont, ajda jó, oké, elhelyeztünk medik ágyakat, ez így nagyon jó. És akkor úgy tűnik, hogy mind a kettő behatolót sikerült semlegesítenünk. Nagyszerű, nagyon gyors reakciójuk volt a őröknek, és a kellő módszerekkel le is számoltak azokkal a behatolókkal, akik nem szerettek volna jót a bázis. Te itt? Nem, te is itt tör vagy. Jó, szóval a kellő módszerekkel nagyon gyorsan és hatékonyan leszámoltak azokkal a behatolókkal, akik nem jó szándékkal érkeztek. Kár mondjuk, hogy a hajójukat nem lehetne elkobozni. Mekkora király lenne, hogyha a hajójuk itt maradna, le lehetne utána bontani a hajót, és abból meg plusz cuccokat tudnánk összeszedni, tehát plusz nyersanyagokhoz tudnánk hozzájutni, és úgy tűnik, hogy a látogatók pedig lassan itt még egy látogató van, akinek feltöltődésre van szüksége, aztán azok is el fognak húzni. Jó, a bázisnak a helyzetét azt lehet úgy javítani még egy kicsit állítólag, hogyha kicsit visszalassítjuk az időt, hogyha a gyártási limiteket, például a robotoknál, jó, mondjuk beállítottuk 10-re, tehát jelenleg 5 robotunk van, szóval egy kicsit a robotoknak a gyártását kellene felpörgetni, és jelenleg fogalmam nincsen, hogy hány darab fúró robotunk van, úgy tűnik, hogy 3 darab fúró robotunk van, 4 darab fúró robotunk van összesen, szóval még jó lenne, hogyha még 2 fúró robot lenne, ehhez viszont chippekre lenne szükség, a chippekhez viszont úgy tűnik, hogy a chippek bioműanyagot is használnak felfelé. Jó, bejön a 2 új fickó, akit berendeltünk, ezek dolgozók, jó, szépen gyarapszik a bázisunk, most már nem is látom azt, hogy nem is látom akadályát annak, hogy ne jöjjenek, vagy hogy jöjjenek folyamatosan újabb dolgozók. Hány emberre elég oxigénünk van, ugye ez így 90,
ez itt pedig 20, tehát 110, jó, oké, szóval majdnem a duplája emberre elég oxigénünk van, mint ahány emberünk nekünk jelenleg van. 50 hús, 36, vagy 50 zöldség, 36 hús, és a... Hé, ezek fizetés nélkül távoztak vajon, akik most innen elmentek, mert az nem jó, ezeket az alkatrészeket megint megvettem, és senki nem képes elszállítani őket. Úgy látszik, hogy amikor újabb hajó érkezik, akkor nem viszik el őket, és az áram pedig, oké, az áram pedig úgy tűnik, hogy alacsony szinten van, sőt a víz is úgy tűnik, hogy 14-et használunk, és 15 vizet termelünk, tehát az sem annyira jó. Oké, na, akkor most egy kicsit megint változtatnunk kellene a dolgunkon. Az a kérdés, hogy mennyit termelünk. Megint jóval többet termelünk, szóval szerintem, mivel megtehetjük, mivel vannak rá készleteink, ezért következő lépést fogjuk megcselekedni, egy újabb ilyen energiaraktárat fogunk létrehozni az ínségesebb időkre való felkészülés jegyében egy részről. Így. Másrésztől pedig akkor egy víz kinyerőt is, habár mondjuk most többet termelünk. Mitől ingadozhat a víz termelésünk? Fogalmam nincsen, de az a lényeg, hogy menjünk biztosra, tényleg víz kinyerő ígyni. Szóval tényleg adjuk ezt meg oda, bekötjük, ezt rákötjük erre, ezt rákötjük erre. Így jó, ez secpec alatt fel fog épülni valószínűleg, szóval az a lényeg, hogy minél inkább a opp, és nézzétek, csak azok is ott lilák, állítólag a lilák, de nem, mert ti aludni szeretnétek, meg ilyen bajotok van. Fú, de most jó sokan érkeztetek. Szóval ez itt valószínűleg gyorsan ki fog termelni, szóval nem tudom, hogy mi befolyásolja azt, hogy mennyit termelünk, mert hogyha megnézitek, akkor most 21-et... Miért tér el egymástól a két adat? Ez a jelenlegi műszaki állapota lehet, ez pedig a véglet, nem. Na jó, mindegy, nem értem teljesen. Az a lényeg, hogy azzal bűnt nem követünk el, hogyha ide most lerakunk még egy vízgyárat, ide pedig még egy ilyen áram, tehát egy elemet, mert rosszabb attól biztosan nem lesz. Jó, oké, a látogatóink azok folyamatosan érkeznek, ez így teljesen jó. 16 bioműanyagunk is van. Azon gondolkozom, hogy majd mindjárt megnézzük, hogy sikerül-e ezt a kettő elemet feltölteni, mert végtére is az is lehet, hogy most megembereljük magunkat, és akkor azt mondjuk, hogy sőt, végtére is miért ne mondanánk azt. Azt mondjuk, hogy építünk még egy ilyen vizes cuclimuncit. Ide, így. Egyrészről, közben megérkezett egy kereskedő hajó, aki nagyon sok mindent hozott, és hozott egy nagy szélturbinát. A nagy szélturbinára viszont arra viszont tényleg szükségünk van, tehát az tényleg egy hasznos dolognak látom, és pont most esett le viszont nagyon-nagyon a szintje a ennek a kínnak, hogy hívják zöldségeknek, ami nem jó, úgyhogy fú, hát mi a francból tudjuk neked összeszedni 450-et. Ebből így biztos nem, mert ez így nem jó. Ajjajjajjaj, nincsen nálunk elég pénz. Pedig pénzre lenne szükség. Jó, akkor ezt vegyük egy kicsit vissza, nézzük meg, hogy egy gyógynövény az 10-et ér, egy ilyen viszont 25-öt ér, nézzük, hogy összejön-e belőle a 450. Igen, összejön belőle a 450, sőt még több is. Mondjuk így összejön, csak az a baj, hogy így viszont eléggé kevés. De mindegy, szerintem le fogjuk tudni gyártani azt a mennyiségű gyógynövényt, attól függ, mármint gyógyszert, attól függetlenül amennyit szeretnénk, és akkor cserébe pedig kapni fogunk még egy nagy szélturbinát is, úgyhogy most egy kicsit ezt a villamosítás projektet fogjuk turbózni. Jó, és akkor mondjuk ide is rá lehet még kötni. Így, és akkor utána meg szerintem még erre a területre, mivel ez itt már kezd eléggé veszélyeztetetté válni, ide lehet, hogy majd építek még egy ilyen antimeteor lézert, mert tényleg, hogyha ide beüt a ménkű, akkor eléggé nagy károkat szenvedhet a bázisom, szóval erre itt mindenféleképpen vigyázni kell. Jó, úgy tűnik, hogy a látogatók most már csak ketten vannak a bázison, akikkel problémánk lehet, és megérkezett a nagy szélturbinának a szabadalma is. Ugye most azért is építettem le ilyen bátran, azért is raktam le ilyen bátran ezt a nagy szélturbinát,
elemet, mert akkor ide majd, vagy majd ebbe az áramkörbe majd bele fogjuk még akkor építeni a nagy szélturbinánkat is, és hát akkor nyilván fel fogjuk tudni tölteni ezt a rengeteg sok elemet is teljes egészében remélhetőleg. Azért szeretnék néha-néha egy-egy ilyen projekttel foglalkozni leginkább, mert hogyha most rendesen felépítjük, vagy kiépítjük a áramellátó rendszert, akkor onnantól kezdve egy jó darabig megint nem kell ilyennel foglalkozni. És szerintem mondjuk ide, bár csak ez is ilyen góliát, nem, ez csak egy nagy szélturbina. Szóval ezt akkor a legnagyobb góliátot pedig lecsapjuk valahova. Ezt nem lehet egyébként fordítani az előbb, mint hogyha nem így állt volna. Na jó, igazából teljesen mindegy. Jó, 7. Akkor ezt pedig a nagy szélturbinát pedig lerakjuk oda. Így most már van egy nagy szélturbinánk is, meg 2 nagy nap elemünk is, szóval ez így remélhetőleg teljesen jó lesz. Az igen, az ott eléggé durván becsapódott, de attól függetlenül szerintem nincsen gáz. Oké, 60 pénzt fizettek a látogatók a látogatásért, ez teljesen jó. És közben pedig már 21 bioműanyagnál tartunk, ami azt jelenti, hogy be tudjuk fejezni a bioműanyagokból a hálószobának az elkészítését. Itt. Így, ez így jó. Hány emberünk van a bázison? 70 emberrel rendelkezünk összesen a bázison, és egy újabb kereskedő hajó is érkezett. Nézzük, hogy ő mit tud számunkra hozni. Úgy látszik, hogy semmit, is érdekes, mert igen. Most itt az embereknél úgy tűnik, hogy ugye most már 70 emberünk van, és úgy látom, hogy a élelmiszer készletünk az egyre inkább kezd elfogyni. Illetve azt is elnézegetem itt, vagy azt is látom, hogy megint csak 3 fúrórobotot látok összesen, bár most itt jön egy fúrórobot. Szóval lehet, hogy még be kellene hozni egy pár mérnököt is ide, mert jó lenne az, hogyha tényleg haladnánk, szóval nem ez a gomb, sose fogom megtanulni a gombokat, szóval a dolgozókat levesszük, és én azt szeretném, hogyha innentől kezdve felszaporítanánk a bázisunkon belül a mérnököknek a létszámát. Hány mérnökünk van? 17 mérnökünk van, pont annyi, amennyi dolgozónk is van összesen, szóval szerintem most jöjjön egy kicsit több mérnök, mert ezeknek a dolgoknak itt a termelés, ez nagyon-nagyon nyögvenyelősen megy, és nagyon jó lenne, hogyha tényleg mérnökök azok haladnának, és tudnánk rendesen dolgozni, sőt, ezek a gépek is itt kihasználatlanul állnak, szóval, jó. Úgy látom, hogy itt a különböző növényeinknek az állapota sem annyira kifejezetten rózsás, de nyilván a biológusok most valószínűleg éjszaka van, úgyhogy a biológusoknak egy alvási ciklusában tartunk, az éjszaka folyamán pedig még továbbra is merülnek ki itt a energiatartalékaink, viszont nem látom úgy, hogy annyira durván merülnének ki, és szerintem még ide is létrehozok egy kapcsolatot, valamint azt akarom még itt megnézni, hogy hol a kevésbé biztonságos a energiaellátás. Jó lenne az, hogyha minden legalább két helyre lenne bekötve. Igen, mert például, hogyha ide csap be, vagy mondjuk ide, akkor itt Nem, jó lesz ez így, semmi nincsen olyan, ami csak egy helyre lenne bekötve, szóval ez így jó lesz, te csak egy látogatóhajó vagy, aki 2 látogatót hoztál, rendben van. Jó, hát bázisunkat szépen üzemel, szépen ketyeg magától, tényleg most arra van szükségünk, hogy egy kicsit emberekkel remélhetőleg fel lehetne dúsítani a bázisunkat, és mi az, hogy Powermonger? Ez mit jelent pontosan? Az a UNL generating a ton of power. Oké, egy csomó energiát generálunk. Egyébként állítólag a bolygót azt akkor fogjuk kivégezni. Köszönöm, elvetném már, mert sokáig mutat itt egy-egy dolgot. Szóval a bolygót állítólag akkor fogjuk kivégezni, hogyha... Hogy is vannak itt az achievementjeink? Mérföldkövek? Ezt lassítsuk vissza. Szóval állítólag, hogyha itt... ez itt 10 van, hogyha 5-öt elérünk, akkor már mehetünk a következő bolygóra, szóval állítólag mehetnénk. 8 technika, 300-as populáció és egy monolitot is építhetnénk. Szerintem a monolitot azt még majd akár össze is dobhatjuk. És igen. Tényleg szükségünk van most élelmiszerre. Annyira még nincsen durván szükségünk élelmiszerre, szóval...
Már mondjuk génmanipulált paradicsomot, azt ugye jó lenne, csak a magas fenntartási költségek miatt. Lehet, hogy ide lerakok egy pár gombát. Mert igaz, hogy a... Vagy keményítős növényt rakjunk le. Rakjunk le még egy kukoricát is, meg még egy gombát, meg mondjuk még egy génmanipulált paradicsomot. Jó, ez így remélhetőleg működni fog. Nagyon remélem, hogy elegendő biológusunk lesz ahhoz, hogy ezt a plusz kis növényi részt is fent tudjuk tartani. Szóval, ugye most ez a 18. rész, hogyha jól tudom, szóval még 2 rész alatt jó lenne elérni legalább azt a 100-as szintet egy részről, mármint 100-as népességi szintet egy részről, másrészről pedig jó lenne megépíteni a monolitot, ami nem tudom, hogy mennyibe kerül. 5 és 5 bioműanyag és 20 fém, amit egész gyorsan ki tudunk egyébként szerintem gazdálkodni, tehát mindenféle komolyabb probléma nélkül. És hogyha megnézitek, akkor nagyon jó, mert látszik, hogy felszaporodtak egy kicsit a mérnökjeink, ugyanis úgy tűnik, hogy mérnökeink inkább, ugyanis úgy tűnik, hogy itt elindulnak néha-néha, itt-ott elindulnak a munkálatok, különböző dolgokon, ami pedig tökéletes. És nézzétek meg, valószínűleg megérkeztek a... Ja nem, ők mérnökök. Mondani akartam, hogy valószínűleg megérkeztek a következő támadók, de ezek szerint nem, hanem ők csak mérnökök. Jó, kérdés az, hogy mennyire szeretnénk egyébként felszaporítani a mérnökeinket. Ugye most 21-en vannak, lehet, hogy felnyomjuk őket 25-re, és akkor utána a következő lépés pedig az lesz, hogy a dolgozói létszámot fogjuk megszaporítani. Viszont itt a... növényeinknek az állapota, lehet, hogy ez a ugyanaz az időleges éjszakai kilengés, nem tudom, de alacsony szinten van, és úgy tűnik, bár mondjuk most ebbe a... De ez a kicsi is viszonylag tele van, nekem nem 3 alvó, de itt a 3. alvó helyiségem. Szóval ide mondjuk még mehetnének aludni, tehát én még nem gondolom azt, hogy folyamatosan teli lennének az alvó helyiségeink, szóval... Ez szerintem annyira még nem rossz a helyzet. Jó lenne, hogyha itt a biológusok pedig gyártanának egy kicsit gyorsabban ilyen gyógyszereket, mert azért nyilván szükségünk lenne. Most már 110 pénzünk jött össze a látogatókból, pusztán a látogatókból, és szerintem az egy nagyon-nagyon pozitív dolog. 2 percünk van összesen, látogatók 40-et fizettek és el is mentek, 130-nál tartunk. Jó, szóval azon gondolkozom, hogy lehet, hogy le kellene dobni egy ilyen monolitot, ami elvégzetileg eléggé durván megnövelni a bázisunknak a presztízsét, és mindezzel együtt pedig a bázisunknak a kiszolgáltatottságát is a kalózok számára, de lehet, hogy a nagyobb presztízs az pedig több ilyen látogatót vonz, tehát az is simán előfordulhat. Mondjuk azt szeretném hozzátenni, hogy kérdés az, hogy ennyi látogatót elbírná-e a bázisunk, ugyanis most kezdjük azt megérezni az élelmiszerellátásunknak a szempontjából, hogy eléggé sok, tehát eléggé nagy hajókkal érkeznek most ide a látogatók, szóval lehet, hogy meg a, ugye itt folyamatosan megy a bázisunknak a létszámának a gyarapítása is, szóval előfordulhat az ő is, hogy miért. Szóval előfordulhat az, hogy lehet, hogy egy kicsit most várnunk kellene, és tényleg itt a növénytermesztéssel foglalkozni inkább, mielőtt ráállnánk arra, hogy még többen érkezzenek a bázisra. Jó, úgy tűnik, hogy még egy robotot sikerült elkészíteni. Igen, érződik a mérnököknek hatása, most már 7 darab robotuk van legyártva, illetve most már itt folyamatosan működnek az alkatrészgyárak is, folyamatosan kezdenek működni a chip gyáraink is, szóval ez mindenféleképpen pozitív, és akkor ahogy mondtam, hogyha meg lesz a 25 darab mérnök, most 22 van, hogyha meg leszünk 25-en, akkor ráállunk a dolgozókra, és akkor az úgy szerintem jó lesz. Egészségügyi emberünkből, tehát magyarul orvosunkból 3 darab van, szerintem ennél a 3-nál nagyon többet nem szükséges etetni, ugyanis nem történnek balesetek, nincsenek betegségek, tehát probléma ezzel én úgy érzem, hogy nincsen. Tehünk, ugye 8 tehet kellene elérnünk, 2, 4, 6, igen, 8, abból még a farmdomnak és a génmanipulált hagymának a
technológiája hiányzik. Nézzük, a gyártási limitünk az nem, biztonsági nem. Hol is tudtuk megnézni? Ja igen, itt van a presztízsünk. Ugye 156 az az 1000-ből, és a jólétünk az pedig a jó és a kitűnők között ingadozik. Ez így nagyon jó. Valamit szerettem volna egyébként még megnézni, amit a fene egyen meg, de nem emlékszem rá. Vagy mérföldköveknél akartam, hogy van olyan, hogy érjük el a 300-as, népességet. Szerintem az ebben a sorozatban nem lesz meg. Ezt a százasat szeretném, a megalomániát azt szeretném még. Ehhez nyilván szerencse kell, hogy pont jöjjenek azok a kereskedők, akik ilyet árulnak, de hogyha árulják azt a kettő szabadalmat, akkor azt megpróbáljuk tőlük megvenni. Erre viszont biztosan nem látok esélyt, hogy még ennek a sorozatnak a keretein belül ez létrejöhessen. Oké, beköszöntött a homokvihar, maradunk a szokásos felállásunknál, ami azt szokta jelenteni, hogy a résznek a végén mindig megjön a homokvihar, és a homokvihar végeztével pedig a részt is be fogjuk majd fejezni. Jó, úgy látszik, hogy jó, hogy elkészítettük ezeket az elemeket, ugyanis hát most már nagyjából csak másfél elem tűnik úgy, hogy az éjszaka folyamán lemerülne, tehát most megint vannak eléggé szép biztonsági tartalékaink azzal kapcsolatban, hogy ha esetleg valami történne. Meg hát ugye nyilván most, hogy beköszöntött a homokvihar, ez egy fúj a szél tőle, mint az őrült, tehát azért több energiát termelünk, mint amennyire szükségünk van, hála az égnek, pláne így, hogyha kisüt a nap, tehát ez így teljesen jó. Jó, úgy tűnik, hogy ez a biológus mennyiség, aki van, ez el tudja látni ezt a mennyiségű feladatot is, tehát itt folyamatosan le tudjuk gyártani az élelmiszereinket, habár ugye az élelmiszereknek a száma az folyamatosan esik vissza, úgyhogy én azt fogom most csinálni, hogy leveszem a riasztást, és kijelölöm a következő, és ezzel predesztinálom is magunkat. Lehet, hogy ezt a következő rész végére meg fogom bánni, de én szeretnék még egy biodómot lehelyezni, úgyhogy ennek az építését pedig ide ki is jelölöm, és ez pedig a következő résznek a feladata lesz, remélhetőleg a következő részben. Én nagyot raktam le, ugye nagyot, mert 7 szükséges hozzá. Jó, szóval a következő részben akkor pedig majd ezt a biodómot fogjuk telerakni. Piros, itt nincsen elég oxigén? Ja, csak a föl padlója piros, azt hittem egy pillanat, igen, ennek is a piros a padlója, azt hittem egy pillanat, hogy nincsen oxigén, hogy piros. Jó, szóval akkor a következő részben majd ezt fogjuk megépíteni, és akkor egy kicsit ráállunk a kajagyártásra, mert ez így annyira nem jó, hogy folyamatosan esik vissza élelmiszer számunk, itt 79 fős népességnél. Rendben van, akkor én még gyorsan a munkásokra rádobom a 100%-ot, és akkor szerintem 100-ig fel is fogunk tudni menni a munkásokkal. Rendben van, akkor ennyi lett volna mára a Planet Base. Köszönöm a figyelmeteket, remélem, hogy tetszett ez a rész is, és akkor búcsúzom tőletek, jobb oldalon felül megtehetek a szokásos linkjeinket a feliratkozáshoz, az előző, nem, a következő részhez, az előző részhez, a sorozatnak a lejátszási listájához, valamint a további sorozatokhoz is. Úgyhogy még egyszer, köszönöm a figyelmeteket, búcsúzom tőletek, én Hollander voltam. Sziasztok!